Sziasztok, kedves barátaim! Rejtélyes helyen vagyunk. Ez nyilvános, de van itt egy nagyon titkos rejtélyes hely, ami majd megmutatom most, nem. Együtt bemegyünk és áttapasztaljunk. És hát látjátok, ez egy bambuszerdő, de ez még nem az a titok, amiről akartam mondani, vagy amit itt meglátjátok, de lényeg a lényeg. Miért kell nekünk tisztulni? Mitől kell tisztulni? Miért nekünk fontos lelki élmény? Miért ennyire ezt hangsúlyozunk? Ez az élet, ember életének az értéke? Kapni lelki élményt? Szent helyet látogatni? Erről is fogunk beszélni, de annyit mondanék, hogy mivel mi a védikus szentírások szerint és más szentírások szerint lelki lények vagyunk, nem vagyunk ez a test, ezért a mi eredeti helyzetünk, ez a lelki tudat, lelki szint, és ezért szükséges menni lelki helyekre, hogy tisztuljunk az anyagi szinttől, anyagi szennyeződéstől, karmától, szenvedéstől, betegségektől, üregedéstől, haláltól, születéstől. És amikor megtapasztaljuk a saját eredeti helyzetünket, a lelki helyzetet, akkor fogunk boldogok lenni igazából. De mi ez a lelki helyzet? Ez a szeretet. Mit jelent szeretet? Ez a viszonyok. Ezért a következő helyen elmondom még egy érdekes, titkos dolgot, mit jelentett lelki, és mi történik, mikor valaki lelki helyzetben van. Jó? Köszönöm szépen! Egyébként ez a program augusztus 21 lesz. Várom benneteket szeretettel. Köszönöm szépen! Hare Krishna!